Minden egy átlagos nappal kezdődött, már hogyha ezt a helyzetet átlagosnak lehet nevezni. Danit az unokatestvére megkérte, hogy álljon át hozzá, és Dani nem tudta, hogy mit tegyen. Nem szólt a kutyájának és a barátjának, nem akarta, hogy csalódást okozzon nekik. Viszont a többieknek feltűnt, hogy valami problémája van Daninak, ezért úgy döntöttek, hogy beszélnek vele. Miután megtudták, hogy mi történt Danival, úgy döntöttek, hogy Dani kamuból álljon át a testvéréhez, és tudja meg, hogy mégis mi folyik itt. Miután Dani örökre elbúcsúzott szeretteitől, útnak is állt, hogy végre odaérjen a faluba. Miután odaért a faluba, találkozott egyből a testvérével, aki átlagította az egész falut, és borzasztóbb volt, mint valaha. Jézusom! Husi! Te vagy az? Milyen Husi? Én Husi X2000 vagyok. Miután Dani robotként találta macskájára, már csak egy rosszabb dolog történhetett ennél. Meg kellett ölnie a kutyáját. Jó, csak fel kell készülnöm, de tudod, hogy mégis csak azért kis. Jó van, muszáj a srácok megtennem. Nem bukhatok le, hogyha lebukok, engem öl meg. Muszáj egyszerűen megtennem, de nem akarom. Vajon Dani tényleg megölte a kutyáját? Vagy inkább az ikertestvére megölte őt? A mai részben ki fog derülni. Istenem! Te beteg állat, komolyan mondom! Na jó van! Most már minden oké? Okay? Most már vége? Szép lövés volt, de komolyan azt hitted, hogy itt a vége? Most kezdődik még csak a javatás, térem. Mi az, hogy... Ne! Bam! Hol vagyok? Miért zártál ide be? Megcsináltam, amit mondtál! Jó reggelt, álomszuszék! Remélem készen állsz arra, hogy robottá alakulj. Hogy micsoda? Hogy... Bizony, robottá fogsz alakulni. Most már a kolcsot sem mentett meg. Én nem fogok robot lenni, fúj! Nem, biztos, hogy nem. Nem akarok olyan robot lenni. Robot nem. Leszel, és minden utasításomat teljesíteni fogod. Nem, ez biztos, hogy nem teheted velem. Nem. Haj, nem hiszem el. Tudtam, hogy át fogsz olyan. Tudtam, hogy igazán gonosz vagy, és nem lehet megbízni. Hát így jártál, testvérem. Most viszont elmegyek, és bizony, amire visszatérek, már robot leszel. Jó szórakozást kívánok! Ne menj el, gyere vissza! Nem, gyere vissza azonnal! Srácok, nem hiszem el! Komolyan mondom! Nem hiszem el! Robotok leszünk mi is. Nem akarok robot lenni! Milyen rossz lehet már, komolyan mondom, főleg úgy, hogy a gonosz ikertestvéremnek megyek még a szolgája is ráadásul. Mi másra vágynék, komolyan mondom. Ez itt mi? Mi van? Ja. Te ki vagy? Én egy denevér vagyok, ha nem látnád, de milyen szemedet is kiszúrtál? Nem, még azt nem gondolom, de hát igazából ki fogják, gondolom, hogyha robot teszek. Na jó, Jézusom. Mi? Na, szóval, te hogy kerülsz ide? Vagy hogy tudsz beszélni? Meg ilyenek? Mi? Azt most hagyjuk. Nincs idő kérdésekre. Annyit hallottam, hogy segítséget kértem, és én vagyok itt a denevér. És hogy tényleg segítség kell, nem vagy csak hűlsz? Kell segítség, figyelj! Egy nagyon-nagyon fontos dolog van, amit meg kell csinálnod. El kell menned a faluval szembe lévő toronyba, és szólnod kell a többieknek, hogy bezártak engem és segítsenek. Ezt muszáj megtenned, jó? Oké, valami személy leírás esetleg... Igen, keresd kist, senki mást, oké? Kicsit? Vagy mi? Kis, az a neve, egy kutya, egy szürke kutya, oké? Őt kell keresni. Kutya, oké. Jó, siess. Szia! Hú, srácok! Lehet, hogy még van esélyünk! Lehet, hogy még megmenekülhetünk! Csak nagyon-nagyon bízok benne, hogy kisék nem fognak elkésni! A denevér csak szállt, csapkodott, repült, ahogy csak tudott. Próbált elmenekülni, és próbált segítséget szerezni Daninak, aki bajban volt, és szerencsére el is jutott kisékhez. Kis, valaki azt mondta egy ilyen műtői irodában, ilyen kék pólós csávó, hogy te vagy kis, és neked kell szólnom, mert hogy elvileg bajban van. Milyen kék pólós csávó és milyen műtőszoba? Ott a faluba? Várjál. Nem tud Dani esetleg? Nem rémlik valami ilyesminél? Nekem nevet semmiért nem mondott, annyit tudok, hogy ilyen kék pólós csávó volt, ilyen kék szeme volt, és azt mondta, hogy kis keresem, mert bajban van. Jó, oké. Akkor szóljál neki, vagy nem tudom, menj vissza, hogyha még visszatudsz, hogy azonnal megyünk, és megpróbálunk segíteni rajta. De hol volt az? Valahol meg tudod mondani, ilyen faluba pontosan hol? Van egy olyan ház a faluba, ami úgy néz ki, mint egy kórház itt belülről, ilyen tök fehér ott minden, és vannak ilyen műtőeszközök ott. Oké, nagyon szépen köszi, és mindenképpen adnál neki, hogy megyünk, és valami adatudtára, hogy megyünk segíteni, és le kell győznünk a gonosztát. Amúgy,
Te egy denevér vagy? Miért kérdezi ezt mindenki? Úgy is látjátok, denevér vagyok, igen, de most mennem kell. Jó, köszi, hogy szóltál. Szia, vagy nem tudom. Szia! Na, jön meg egy pillanatra. Vajon hogy élhette túl kis? Hiszen Dani lelőtte őt. Nézzük csak vissza a tegnap estét. Na jól van, muszáj végesnem rajta, muszáj megcsinálnom mindent. Jól van, aludjunk és hát remélhetőleg nem lesz semmi gond. Mi ez? Ó, telefon? Ki hív ilyenkor? Halló, tessék? Szia Dani, én vagyok Kis. Gondolkoztunk Maximusszal, és hát arra jöttünk rá, hogy igazából az oké, hogy te oda mentél, de biztos, hogy valamilyen szinten úgy kérni fog valamit, amivel bizonyított, hogy tényleg átmentél, mert ennyire nem bírja, hogy azt hiszi, hogy csak egyről a kettőre átmentél. És ezt így utána néztem egy kicsit a múltjának, és sokszor csinált olyat, hogy ilyen megöletett ilyen fontos embereket, leginkább ilyen családtagokat, vagy legjobb barátokat, úgyhogy van egy sejtése arra, hogy van-e engem, vagy Maximus, vagy valakit le fog veled lövetni, szóval valamit erre össze kéne hozni, nincs valami ötleted? Jó, ez mondjuk nem rossz ötlet, nekem amúgy azt mondta, hogy holnap reggel lesz valami beavatás, szóval elvileg ja, biztos, hogy lesz valami. Akkor lehet, hogy azt mondja mondani, hogy lőjélek le téged? Vagy engem, hát én lennék a logikus, mert valami ezért én vagyok a legközelebbi családtagod, aki meg tud fenyegetni vele, vagy hogy próbálna tudni. Jó, igaz. Jó, figyelj, csináljuk azt, hogyha esetleg, elvileg holnap reggel lesz, szóval egy az, hogy kelj korán, kettő az, hogyha akkor, nem tudom, látsz, tehát nézd jól a körbe, valahogy, hogyha látsz engem egy fegyverrel, vagy csak hallasz egy fegyverhangot, próbálj meg úgy tenni, mint hogyha meghalnál, oké? Oké. Jó, oké, szerintem ez jó terv. Akkor az akció készen áll, és akkor jó legyen, amúgy hogy megy, eddig nem öltek meg, nem bármilyen. Hát... Igazából ez a falu, ez egy kész őrület, tehát a falusiak bányásznak, nekik gyémántokat, rakétái vannak. Miért bányásznak? Hát nem tudom, gondolom, hogy ebből tartja fenn a falut, vagy nem tudom. Mindegy, nagyon-nagyon beteg, és nagyon-nagyon félek tőle, szóval. Szóval remélem, hogy túl fogom tudni élni. Figyelj, megyek aludni, mert kik... Jó, oké. Jó ét, sziasztok! Hú, oké, jól van srácok. Jó, legalább van egy tervünk. Ha tényleg ez lesz a beavatás, akkor most már tudjuk, hogy mit fogunk tenni. Na, addig jó éjszakát. Szerintem támadhatunk. Szerintem is. Induljunk akkor... el, és mentsük meg Danit! És az egész falut! A faluért! Yeah. A faluért! Elkapunk mindenkit! Két hősútnak indult, hogy megmentsék Danit a börtönből, ahova bezárta őt a testvére, és robottá akart őt alakítani. Reméljük, hogy sikerrel is járnak, bár tudják, hogy elég veszélyes az az akció, ahol mennek, és meghalhatnak, de feláldozzák magukat, hogy megmentessék közösen Danit. És ezért mind a ketten készek életüket áldozni, ha kell. Vigyázz! Előttünk! Gyere! Tartom fegyverre, ha esetleg okay, nem felénk néz. Úgy néz ki, mint hogyha nem látna. Oké, menjünk át. Valahol erre lehet. Oké, szerintem... Itt lehet. Jó, oké. Ami kórházról van szó. Lehet nem kellett volna vízbe ugranom. Jó. Mindenhol jól körül kell nézni. Ezt most nem cseszhetjük el. Hé, Maximus! Ott a... Jaj, vigyázz, ott egy ott az a kis kocsi, amit adtam Daninak. Még az ez este, amit nem sejtettem nagyon semmit. Szerintem ez lesz az. Okay. Szerintem is. Valahogy ki kéne kerülni. Menjünk fel a hegyre és kerüljük meg. Így. Ezért rajta tartom a fegyvert. Oké. Már nem lát minket, oké. Okay. Hogy kéne rási? Felülről? Vagy honnan? Nem, szerintem alulról. A filmekben mindig alulról lástak be. És honnan mennek kétig. Aha. Oké. Akkor szerintem... Van nálad ásó vagy valami? Nincsen. Azt nem hozta magamon. Nekem sem nagyon jutott eszembe. Oké? Okay. Dani, jövünk érted? Remélem sietnek, kisé. Kiraktam az a... Dani, itt vagyunk! Kis! Itt vagyunk! Te vagy az? Hol vagytok? Itt vagyunk alattad. Hol? Itt vagyunk! Nem látlak titeket! Ott vagytok! Kis! Nincs senki? Nincs senki, okay. Nyugi! Okay. Gyertek gyorsan, mert robottá akarok engem változtatni! Mit akarnak? Robottá akarnak változtatni! Haszom neked ruhát, meg fegyver! Köszi! Lőszer van nálad? Vagy nincs semmim! Te mi? Ezt nem hoztál magad, vagy ezt is elkobozták? Hát elkoboztak, tudom mindent, semmi nincs van. Nálam! Feltad venni? Nem nagyon, jó! Hát, jó, oké! Okay. Oké. Na jól van. Oké. Okay. Jó. Muszáj ezt megmenekülnünk. Gyerünk, srácok. Vannak itt őrök? Láttok őröket? Igen, láttunk. Vannak. Itt van a ház mellett is. Közvetlen egy.
Jó, van. Igen, nagyon okosan. Jó, menjünk, srácok, csak okosan, csak nagyon okosan. Ne, lőjétek, futás! Gyerünk! Jó, Isten, mennyien vannak! Jézusom! Menjetek! Lőjétek őket, gyerünk! Ki kell menekülnünk! Mennünk kell! Gyerünk, srácok, Maximus, te harcolj, csak menekülj! Gyerünk! Erre! I'm a Barbie girl, in the Barbie girl. Igen, mi az? Kiszöktek a, Danitod, az a fogolja, testvéred. Megmondtam, hogy vigyázzál rá, te idióta, most ezért megfizetsz! Ne! Úgy tűnik, hogy minden piszkos munkát magamnak kell elintéznem, ezt tehát bízom el, hogy egyre idióták! Gyerünk, srácok, meneküljünk! Gyertek! Istenem! Jó, gyerünk, gyorsan fel a hegyre! Futás! Gyorsan, gyertek erre! Jól van, gyerünk, fussunk! Le! Ott a testvérem! Jézusom! Amúgy annyira menő ez a izé! Jó, gyertek, gyorsan! Fussunk el! Hol vagy? Gyertek erre, itt hátul, megkülöttem az egészet! Gyertek! Jó, lőjétek! Nem találhat meg minket! Gyorsan! Jó, oké, gyorsan vissza a bázisra azonnal! Gyerünk, fussatok! Utána, srácok, vissza! Vissza, gyorsan fel! Jó, ez vagy! Ez sem hiszem, hogy ez sikerült! Én sem! Ott van! Gyorsan, zárjátok be a kaput! Gyertek! Csak zárjuk be! Gyorsan! Oké, túléltük! Menjünk be! Gyertek be a toronyba! Oké. Jó van, nem tudom, hogy, de megcsináltuk. Ott van lent. Jó van. Oké. Ez nagyon-nagyon nagy szerencse. Igen. Na jó van. Lehet, hogy most megmenekültek, viszont holnap nem fognak. Holnap megtámadjuk a várokat, és nem fogunk kegyelmezni senkinek. Mindannyian ott fognak meghalni. Remélem, hogy tetszett ez a rész. Hogy akkor iratkozz fel és dobj a lájkot, és akkor találkozunk a következő részben, ami szombaton lesz reggel 9 órakor. Akkor is tala. Sziasztok!